a járvány tetőzése előtti időszakban minden lehetőséget meg kell adni arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy elsősorban az időskorúak ne menjenek ki, ne járkáljanak, bírják még ki ezeket a heteket. Ezt nem tesszük meg, akkor az a sok erőfeszítés, amit az elmúlt hetekben közösen az egész országban végrehajtottunk, annak nem lesz értelme. Mai apropó azt átadjam egy vállalkozó adományát, 2000 egyszer használatos maszkokkal támogatja ezt a választókerületet. Ebben a veszélyhelyzetben az is megmutatkozik, hogy milyen emberek is vagyunk, mennyire tudunk összefogni, mennyire tudunk közösséget kovácsolni azon a településen, ahol együtt élünk. És én örömmel mondhatom, hogy Bonyáron első perctől kezdve nagyon széles körben összefogtak az itt élők, akár konkrétan a szárazkok területén is, hiszen többen, közel 60-an otthon az első napoktól kezdve szárazkokat vannak önkéntesként. Természetesen az önkormányzat is kivette a részét a szárazkok adományozásából, hiszen 2000 darabot rendeltünk a napokban, és most éppen zajlik a városban a 65 év feletti lakosságnak az ellátása ezekkel a többször használható mosható és fertőtlenítő maszkokkal. De minden plusz adomány és segítség jön. Ezt a maszkot, amit kapunk, én a fiataloknak szeretném felajánlani, hiszen május 4-én elindul az éves beérettségi, és Dombóvár 3 között iskolájában több száz diák landol ennek neki, remélem sikeresen be is tudják ezt fejezni. Mi a fiataloknak szeretnénk ezeket a maszkokat, illetve a közreműködő tanárnak felajánlani.